Az elkövetkező napokban is programkavalkád várja a székesfehérvári királyi napok résztvevőit. Augusztus 20-áig számos eseménynek ad otthont a belváros. Szabad a vásár a belvárosban pénteken kezdődött a koronázási ünnepi játékok háromnapos programsorozata. A középkori forgatagból nem hiányzik a vidámság, a hangulatos régi zene együttesek, a zászlóforgatók, a harsány utcaszínházak és a hagyományőrzők sem. A benépesült utcák és terek estig kínálnak tartalmas szórakozást. Péntektől vasárnapig, augusztus 18 és 20-a között lesz a koronázás ünnepi játékok. Most kicsit összefolyik az augusztus 20-ai rendezvényekkel. Úgyhogy 20-án lesz a székesfehérvári királyok menete is, ez most benne lesz a koronázás ünnepi játékokban, amikor a koronásparttól egészen a díszközgyűlés helyszínéig a Szent István térig vonulunk fel az óriásbábokkal és a néptáncosokkal, valamint az összes hagyományőrző csoportunkkal, hiszen ők itt vannak végig a három nap folyamán. Hány hagyományőrző csoport lesz? 6 hagyományőrző csapatunk van, vagyis 7, mivel 2 lovas csapatunk van. A fehérvári huszárok is ilyenkor visszaöltöznek egy picit, és ők is a középkori életet képviselik. A többiek pedig talpas hagyományőrzők, ugye ők gyalogosok, és ők az Icsi-ligetben lesznek, de bejönnek a belvárosba is. Azt ugye Judit említett, hogy egész évben nézik, szemezgetik, hogy mit lehetne aztán itt a nyár folyamán akár, vagy úgy egész évben megidézni, vagy beépíteni ebbe a programba. De én úgy emlékszem, hogy Váradi Eszter Sárával, amikor beszélgettünk, akkor például ő is mondta, hogy bár ez játék, de például komoly tanulmányokat vett például a kártyavetéssel kapcsolatban, és ez nálatok is akkor így zajlott, János. Abszolút, nagyon pontos a megfogalmazása Eszternek. Valóban könyvet tudnánk írni arról, hogy az emberek mennyire veszik ezt komolyan, vagy nem veszik komolyan, vagy hogy érinti őket az, amit mondjuk egy hörcsöggel én jósolok. De azt engedd meg, Viktória, hogy elmondjam a kedves televízió nézőknek, hogy kis feladatot adnék, ugyanis a 3 nap alatt én több ezerszer fogom elmondani ezt a varázsigét, és hogy arra kérném a kedves televízió nézőket, hogy készüljenek már a varázslásra. Azt kell megtanulni azt a szöveget, hogy kicsi hörcsög, nagy az erő, mutasd meg, mit hoz a jövő. Ezt kell megtanulni, és hogyha ezt megtanulják a kedves televízió nézők, akkor biztos, hogy a hörcsög jósolni fog. Szóval, amint említettem már a műsor elején is, rengeteg visszajelzést kaptam, és hihetetlen, de több ember azt jelezte, hogy bejött neki az, amit a hörcsög jósolt. Természetesen volt olyan, akinek nem, de a lényeg ennek az, hogy mindenki érezze magát nagyon jól, a jó hangulat adott, és szerintem az a legfontosabb, hogy találkozunk itt a belvárosban, és legyünk együtt. A kis hörcsögök egyébként tavaly óta is jól vannak. Jó, és ezt akartam kérdezni, nagyon sokan aggódtak a hörcsögökért. Igen, emlékeznek ezekre a szép pillanatokra, úgyhogy ők tudják már ezt a varázsigét, ők otthon laknak nálunk a mi lakásunkban, és a kislányom gondozza őket. Úgyhogy nagyon készítjük őket most erre a rendezvényre. Akkor ilyen zúgjósdert üzemeltettek? Nem használjuk ki a lehetőséget, nem. Ők csak ilyenkor dolgoznak. Egy évben ezen a 3 napon, amúgy békében, nyugalomban élnek. Itt azért elég nagy igénybevételnek vannak kitéve. 2 hörcsögünk van, és a Jani mindig cserélgeti őket, hogy ne fáradjanak ki túlzottan. Igen, és hát az igazság, hogy a Krisztáik nem is tudnának jósolni, mert hát ehhez kell egy azért valami varázserő. Tehát külön nem csak a hörcsögnek, hanem aki ezt csinálja, de ha gondolja Kriszt, akkor majd megtanítom neki. Jó, lehet, hogy kipróbáljuk. Még előtte megpróbáljuk, hogy működnek-e a hörcsögök. Rendben. Hogyha ki kéne elmenni egy programot, akkor mi lenne, ami számotokra a legkedvesebb itt az egész kavalkádban? Én mindenképpen a látványos programelemeket szeretem kiemelni. Szerintem most, hogy kibővült én úgy hívom, hogy szakra kompánia, ugye ez az óriás báboknak a társulata. Ez azt gondolom, hogy egyedülálló lesz, ez nagyon látványos lesz az óriás báboknak a menete. Meg hát ugye a piactér önmagában is látványos lesz. Mi még kicsit Anonymusszal is fogunk foglalkozni. Prikulis társulattal készültünk a nyári színjátszótáborban. Egy kicsit Anonymusból fölkészültünk, hiszen
Vannak olyan történetírók, akik úgy gondolják, hogy harmadik Bélának, hiszen most az idei ünnepnek ez a tematikája, ez a királyunk. Harmadik Bélának a jegyzője volt Anonymous, vannak azonban kutatók, akik negyedik Béla jegyzőjeként írják. Minden esetre a geszta műfaja, a történetírás műfaja az hozzá kötődik. Tehát egy kicsit ezzel fogunk elidőzni. Egyébként a szokásos perpatvarok mellett még az idén. Én nem emelnék ki semmit. Én inkább azt mondanám, hogy hihetetlen az a rengeteg pozitív energia, ami körbeöli ezt a várost ezeken a napokon. Hihetetlen, hogy mennyire érdeklődőek az emberek, hogy mennyire kíváncsiak, hogy mennyire szeretnek kommunikálni. Tehát én az egésznek úgy, ahogy van, nagyon örülök, és hihetetlen öröm és boldogság itt lenni az emberek között, és velük megünnepelni ezt az ünnepet, ezt a több hetes ünnepet itt Székesfehérváron, és tényleg én örülnék annak, hogyha az ország minél több pontjáról eljönnének, és megízlelnék azt, hogy mi történik itt ebben a belvárosban, mert tényleg egyedülálló. Hát én azt hiszem, hogy szervezőként sok mindent nem emelhetek ki külön, hiszen mindegyik programelem kedves a szívemnek és a lelkemnek. Esetleg egy új programelemet még, amit én is nagyon várok, hiszen itt fog debütálni. A Fény utca, tudja mindenki milyen, aki már járt Székesfehérváron ebben az időszakban, de mi egy pici újítást fogunk idén belevinni. A Mátyás emlékműnél lesz egy interaktív fényfestésünk, hogyha valaki oda beáll egy ilyen kis ponthoz, akkor ő irányíthatja a fényfestést. Úgyhogy azt hiszem, ez is nagyon látványos lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen vélemények jönnek majd vissza hozzánk ezzel kapcsolatban. Az ünnep keretében életre keltett skanzen, középkori vásári hangulat, izgalmas korhű játékok és fülénk magasodó, közel 5 méteres óriás bábok is láthatóak lesznek ezekben a napokban Székesfehérváron. A program kiemelkedő eseménye augusztus 18-án és 19-én a koronázási szertartás játék, ami idén az Árpádház talán legfényesebb uralkodója, harmadik Béla koronázási szertartását és életét mutatja be. Az 5 év alatt tulajdonképpen a koronázás, mint liturgia egy valódi keretté vált, de ebben a keretben sikerült, azt gondolom, hogy elég erősen azokat a személyes drámákat megjeleníteni, amelyek hozzátartoznak azoknak a itt megkoronázott királyoknak az élettörténetéhez, akiknek tulajdonképpen ez az ország nagyon sokat köszönhet. A harmadik Béla, aki a történelmünknek egy egészen különös figurája volt, és egy nagyon különös, rejtélyes magánélettel rendelkezett, a országépítő hihetetlen munkája mellett egy végtelenül izgalmas magánéleti dráma is húzódik az ő élettörténetében, és azt gondolom, hogy ha az emberek a liturgikus keret mellett ezeket a személyes drámákat is megélhető formában látják, akkor ezáltal az a cél, hogy a királyok emberközelbe kerüljenek, hogy valamiképpen érzékelhetővé váljon, hogy mit jelentett királynak lenni, hogy mit jelentett az, hogy egy személyiség a maga hétköznapi életét levetve díszes köntösben királyi fejékkel a fején emberek felett uralkodik. Nos, ennek a személyessége, személyességének az ereje és drámája, ez azt gondolom, hogy így 4 év tapasztalat birtokában talán most ebben a szertartási játékban valósult meg a legerősebben. Nagyon mozgalmas volt. Minden évben volt valami plusz, de az idei esztendőben tényleg egy nagyon mozgalmas és színes előadás sikeredett. Örülök, hogyha ez a benyomás, ez volt a szándék természetesen. Hozzáteszem, hogy azért én rengeteg csiszolnivalót látok benne, amihez már igazából elfogyott az időm, viszont ez az a pont, amikor az előadás elkezd öntörvényűvé válni, és olyan szépségek rajzolódnak ki, amelyeket már tulajdonképpen a színészek mozgatnak, hiszen azért ne felejtsük el, hogy azért itt végső soron nagyszerű színészek kezében van ennek a történetnek a megformálása, és most már azt gondolom, hogy ők rendezik tovább ezt az előadást. Az idei szertartás játékot az a stiláris újdonság különbözteti meg igazán az eddig látottaktól, hogy mivel harmadik Béla életére és uralkodására jelentős hatással volt a bizánci császárság kultúrája,
A görög-keleti világra jellemző elemeket mind a látvány, mind a zenei elemek tükrözik. Az idei szertartás játék másik újdonsága, hogy cirkuszművészek, akrobaták és légtornászok is közreműködnek a produkcióban. A címszereplőt Hirtling István alakítja. Anonymousnak köszönhetően rengeteg információ áll rendelkezésünkre, és hát természetesen a történészek rendelkezésére is, és hát ebből szemezgettek ugye színpadra alkalmazók, hogy ez a mostani szertartás játék ne csak kizárólag a szertartás szakrális momentumaira szorítkozzon, hanem itt már a történeti hátteret és közeget is sikerült mondjuk gazdagabbá tenni, és esemény tekintve, hogy a történet, ugye harmadik Béla története rendkívül izgalmas és sokrétű, és nagyon bonyolult, ezért hát kiváló alapanyag arra, hogy ez a szertartás játék ezzel a 20 jelenettel kiegészülve nagyon gazdagon és színesen jelenjen meg. Személyes drámák, nagyon-nagyon sok érdekes családi tragédia szőttet harmadik Béla korát, aki viszont egy ilyen soha nem látott stabilitást tudott az országban megvalósítani. A családi háttér és a történeti előzmények azok nagyon bonyolultak. Viszont ebből a bonyolult és nagyon kusza és szerteágazó érdekeket is felsorakoztató történetből a végére egy nagyon stabil, komoly európai hatalommá erősítette meg ugye Magyarországot harmadik Béla. És miután itt béke volt, nem voltak véres harcok, nyilván ez kevésbé érdekes a történetírás számára. És hát abban az időben 24 évig ülni a trónon, az szintén ritkaság számba ment. És azt hiszem, hogy ez az, ami a legfontosabb, hogy a későbbi magyar történelem alapjait és azokat az energiákat és erőket meg tudta teremteni ez a 24 év, amire aztán később szükség is volt, de hát aztán ugye, mint tudjuk, egy idő után az is szerte foszlott. Bárcsak több ilyen uralkodónk lett volna, aki ennyire képes volt a kelet és nyugat harmóniáját és párbeszédét létrehozni, megerősíteni és fönntartani. Ez nagyon nagy erénye harmadik Bélának. Ugye itt a helyszínen gyakorlatilag néhány napja, kb. 10 napra zajlik a próba, a felkészülés, és mennyire feszített a tempó ilyenkor? Nagyon. Nagyon. Hát ez, igen. Ez, erről, hát hogy is mondjam, nem akarom minimalizálni az ügyet, és nem akarok úgy csinálni, mint hogyha itt nem valami gigászi erőfeszítés lenne a háttérben. De hát a nézőknek ezzel nem kell foglalkozni. Aki eljön, és évről évre részese akar lenni ennek az egy-másfél órás eseménynek, az, ahogy bejön a nézőtérre, meglátja ezt a játékteret, meglátja ezt a díszletet, meglátja a résztvevők létszámát, azok belegondolnak, feltételezem, hogy emögött mekkora munka van, és mekkora szellemi és fizikai erőfeszítés, de ezzel nem kell foglalkozni. Egyszerűen át kell adni magunkat az élménynek, és örülni kell, hogy ezen a szakrális helyen ma már ezekről a dolgokról beszélni lehet. És úgy is lehet beszélni róla, hogy az közérthető legyen, ne valami távolba révedő történelmi nyafogás legyen, hanem konkrét eseményeket sorakoztassunk egymás mellé, konkrét emberi meséket mondjunk el, és ezt, amit én a legfontosabbnak tartok, hogy személyessé tudjuk tenni. Mert ez, bármilyen nagy ez a színpad, és bármilyen messze ülnek a nézők,
biztos vagyok benne, hogy a személyesség az hat legerősebben. Akarsz a szent egyházaknak és az egyházak papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok! Ijesztően gyorsan eltelik egy év, tehát tegnap előtt voltunk itt virágot elhelyezni, és megint virágot helyeztünk el. Másfél pedig az ember tulajdonképpen akkor döbben arra rá, hogy mennyire várja ezt az alkalmat, hogy a Nemzeti Emlékhelyen ezt a nagyon furcsa, se nem színház, se egy ilyen szakrális jelenlétünk van másfél-két hétig. Ugye az ember az év folyamán nagyon sokféle szöveget ír, nagyon sokféle produkcióra készül elő íróként is, de valahogy az emlékhelyre való szöveg alkotás az egészen más típusú alkotói pszichés jelenlétet igényel. Ez egyfajta ilyen nagy emlékezés a múltra, merítkezés a múltból, és egyszerűen más típusú szövegek jutnak az ember eszébe, mint amikor nem szakrális helyre ír. Minden évben valahol változik is, ugye a Kriszta, a Zsófi már nagyon sok új elemet mondott, de gyakorlatilag ez a szertartás játékra is igaz. A szövegkönyv is változik, nyilván maga a liturgia az adott, de elment az egész egyfajta ilyen színházművészet, drámajáték irányába. Én összművészeti szakrális ünnepet mondanék. Ugye elindultunk 13-ban a Szent Istvánnal, annak a műfaja az még oratórium volt. Ebből jött létre a ritualikus király legenda, majd ebből jött létre a szertartási játék. Ugye az idei játék 30 jelenetből áll, abból 10 a kifejezetten szakrális, a koronázási szertartás, mint a bemutató jelenet, 20 pedig az a fajta féltörténelmi fikció, amely az egyes most éppen harmadik Béla életét fölelevenítjük, és az egy a kettő-három arányhoz, szerintem ezt meg is tartjuk később. Egyre nagyobb teret hasít ebben a történetben az adott király személye. Ezek a királyok ki szeretnének jönni a betonsilóból, a lehorganizott ládákból, és rajtunk keresztül, mint médiumokon keresztül bebocsátást kérnek a város jelen valóságába, és mi tulajdonképpen médiumokká váltunk ebben az ügyben, és mi engedjük ezeket a királyalakokat föltámadni, és a Nemzeti Emlékhelyen közösen játszani. Az élő történelmi óra akkor itt is kifejezetten egy ilyen igaz megállapítás. Amennyiben majdnem egy éves tudományos előkészület előzi meg minden egyes szertartásjáték szövegkönyvének létrehozását, igen. Amennyiben merünk elszakadni és a művészet eszközével ábrázolni bizonyos történelmi összefüggéseket, azonban nem. Én ezt mindig úgy mondom magam, mint az ember, mint egy bányász ilyenkor, a kis pici kis fejlámpájával hasmán csúszik a bányában, és azt a pici kis részt megvilágítja a fejlámpa, amit éppen lát, jobbra-balra, hátul meg a teljes sötétség. A lányoktól már ugye megkérdeztem azt, hogy ilyenkor mire jut idő az utolsó etapban a visszaszámlálásban. Na nálatok, ilyenkor hogy néznek ki az utolsó pillanatok? Most ugye már a főpróbáról rohantál ide hozzánk, de ilyenkor mire van idő? Ez a leghosszabb, az elmúlt 5 év leghosszabb szövegkönyvét hoztuk létre Szikora Jánossal, és az elmúlt 5 év legkevesebb próbaidőszaka elé nézünk, és az elmúlt évek leghektikusabb nyara van alattunk, felettünk. Tehát azt számoltuk, hogy ha Jóisten megsegít bennünket, és mind a 8 próbanapot, ami rendelkezésünkre áll, vegy tisztán, azt színházművészettel tudjuk kitölteni, akkor rendben vagyunk. Ha itt a Jóisten bennünket megpróbál és szupercellákkal kísért meg, akkor érdekes próbaidőszak elé nézünk. A hektikusságot említette a János, ilyenkor mire tudtok felkészülni, illetve hol tudnak értesülni majd az utolsó pillanatig, gondolom kitartotok, mint ameddig lehet?
próbáljuk nyilván bebiztosítani magunkat, ez pedig az, hogy nyilván a meteorológiai szolgálattól kérjük az információkat. Egyelen nem tudunk védekezni, hogyha akar jönni ez a bizonyos eső, akkor jönni fog. De azt gondolom, hogy az utóbbi 3 évben egy olyan folyamatnak lehetünk a részes, hogy tényleg nagyon jó a kommunikáció a városban. Tehát aki tényleg követője a székesfehérvár.hu oldalnak, vagy ennek a Facebookjának, vagy akár a KFT-nek, akár a színháznak az oldalát követi, sőt kiemelném a teleélettel.hu oldalt, hiszen ott minden programért értesülhetnek, akkor miért ezeken a felületeken el fogjuk érni a közönséget. Én azt gondolom, mindenkinél itt van a telefon, és nyilván hogyha rákeres, hogy éppen most ez a műsor az lesz, vagy nem lesz, akkor ezt meg fogja találni, de egyébként a színpad mellett lesz egy LED fal, tehát ott azon aktuális információkat fogunk közölni, tehát hogyha van időjárás változással kapcsolatos műsorváltozás, akkor azon is értesülhetnek a nézőnk, és hát abban reméljük, hogy az emberek egyrészt ismerik egymást a városban, másrészt megszólítják egymást, és esetleg segítenek is egymásnak, de ha ez nem, akkor mi felkészülünk 80 önkéntessel, akik itt vannak a városban, és mint futó tűzként az eső szelét tudják hírul adni egymásnak, illetve hát a kedves közönségnek. Vagy hát ugye a B-verzió a kánikula, amikor meg vízosztás kell, meg akkor más miatt lesznek általában rosszul az emberek. Krisztával pont ezt beszéltük, hogy a kánikula se jó, de azért mégiscsak jobb, mint az eső meg a hideg. Igen. Azért egy ott ülni, másik. De azért ott ülni egy esőben, amikor tényleg, és nem is a pénzről beszélem, az energiáról, tehát ez a rengeteg gondolat, ez a rengeteg ötlet, amit meg fog valósulni, akár a nemzeti emlékhelyen, akár az utcán, tehát ezeket nem tudjuk semmilyen formában sem kárpótolni, sem pedig helyettesíteni. Tehát ahogyha zuhog az eső, és itt ülünk a kapualjakba, és várjuk meg, nézzük, hogy jaj, de jó annak, aki mondjuk most otthon van, de várjuk őket vissza, az a legrosszabb. Tehát inkább meleg legyen, de nem lesz annyira meleg egyébként, én azt néztem, hogy... Igen. Bízunk benne, hogy kegyes lesz az időjárás. Addig is a hagyományokhoz szűen a fő próbába folyamatosan bebetekinthetnek, illetve én azt gondolom, hogy be is fognak itt a fehérváriak, hiszen már magának a próbának is nagy rajongó tábora van, és szerintem ahogy itt elkezdenek dolgozni majd a színészek, biztos, hogy folyamatosan teltházatok lesz. Látják a nézők, hogy egy teljesen más típusú díszlettel találkoznak, mint eddig. Úgyhogy ugye a harmadik Béla önmagában egy nagyon különleges személy, de erről szerintem majd a rendező beszél egy másik alkalommal. Bizánci hangulat lesz idén, azt azért elárulhatjuk. Igen, igen. És tele cirkusszal. Van egyébként kedvenc elemed? Az a helyzet, hogy egy ennyire kreatív próbafolyamat alatt mindig érik az embert alkotóként is meglepetések. Nekem a kedvenc elemem a zene. Tehát szétesedjen olyan hihetetlen eleganciával és olyan mély kreativitással nyúlt ehhez a témához is, hogy én most hallottam tegnap ilyen fragmentumokat a készülő zenéből. Én egy színes szélesvásznú nagy filmes vízió, ami itt kibontakozik előttünk, és ennek a foszlányait már a legelső próbanap estén is lehetett látni, hallani. Mik a visszajelzések így a stábtagoktól, vagy akár Blaskó Pétertől, ha jól tudom, akkor a kulisszatitkot most megszellőztetem. Igen, igen, egy kis kulisszatitkotok. Délután Blaskó Péterrel egy hangfelvételt készítettünk az ünnepélyes megnyitóhoz. És amikor Péterrel beszélgettem, ő is azt mondta, hogy nagyon készülnek, nagyon jó lesz, de nagyon rövid a próba folyamat. És ő is arra vár, hogy minél jobb idő legyen, és végig lehessen pörgetni az összes próbát, amit tervezett igazgató, mert szükség van rá. A színészeknek is szükségük van rá, a rendezőnek is szükségük van rá, és hát a nézőknek is szükségük lesz rá, hogy azt kapják, ami a rendező fejében már megszületett. Hát mit mondhatnék erre a dologra? Íróként ez a, ugye minden évben azzal fejezzük be Szikor Jánossal, hogy ilyen jó még nem volt. Ez idén is így történt. Egy pici kis beavatást mondok, hogy a fura módon a harmadik Bélaket, ugye mi egy ilyen abszolút egy ilyen napkirályá tettünk. Ő a napkirálya az Árpád háznak ebben a felfogásban, egy fatal összegzés a csúcspont. Nehezen adta meg magát.
Úgyhogy nagyon sokáig egy ilyen alkotói pangás volt, így néztünk egymás szemébe szomorúan, hogy most merre kéne hozzákezdeni. Nem harmadik Bélával. És egyszer csak valahogy ez a figura, ez kinyílt nekünk, megengedte, hogy mögé nézzünk ennek az egész történetnek, és onnantól kezdve egy ilyen eufórikus, egymás kezébe, egymás szájába adott gondolatokkal nagyon-nagyon rövid idő alatt létrejött maga ez a szertartási játék forgatókönyv, amely valóban nem hasonlít egyetlen korábbi szertartási játékhoz sem. Sokkal bensőségesebb, sokkal vallomásosabb, sokkal líraibb, sokkal színházibb, és fura módon sokkal összművészetibb is lesz. Hogyha már harmadik Bélát említetted, úgy látszik, hogy ő ma így belengi a mai napot, ugyanis voltunk kint délután a múzeumba, megérkezett ugyanis a kiállítás anyaga, és hát a kollégák, akik kint voltak, ők is ezt említették, hogy ilyen kellemes bizsergés volt végig, meg amikor látták, hogy pakolják ki ugye a mindenféle ékszereket és egyéb kiállítási tárgyakat, hogy akkor így tényleg ilyen nagyon meghatározó dolog volt, és az is biztos, hogy az is egy ilyen nagyon különleges pontja lesz szerintem az idei rendezvénynek, az a kiállítás. Igen, mint ahogy 2013-ban is volt már egy ilyen nagyobb kiállítás, ami az adott királyhoz kapcsolódott. Most a Szent István Király Múzeum a harmadik Béla királyról szóló kiállítással készül. Azt hiszem, ez is nagyon sokakat fog érdekelni, mint amúgy az elmúlt időszakban egyre jobb kiállításokat láthattunk a múzeumban. Úgyhogy ennek a megnyitója is szerintem nagyon sokakat fog vonzani. Figyeljék, arra kérem a fehérvárjaikat, hogy figyeljék a híreket, információkat, és mindenféleképpen látogassanak el, nem csak a királyi napok idején a kiállításra, hanem akár utána is. És a Zsófi kezében látunk egy nagyon praktikus kis füzetet. Igen, erre szeretném felhívni a figyelmét minden fehérvárinak. Egyébként akár itt a Turinform irodában, a Városháza portáján, és van egy információs házunk a Kock László utca végén a színház oldalában, ott is lesznek, de önkénteseink járnak. Tehát ez az említett kiállítás és minden a királyi napokhoz kapcsolódó program megtalálható benne. Részleteket olvashatnak a muzika szakráról, a szertartási játék részleteiről, közreműködőiről, és az említett kiállításokról és konferenciákról, díjátadásokról, és én kiemelném azt is, hogy augusztus 20-án ugye van egy ünnepi közgyűlésünk, ahol rengeteg díjat ad át a város a megérdemelt itt élő művészeknek, alkotóknak és közszereplőknek, úgyhogy, és ez egy olyan közgyűlés, ami nyilvános, tehát ez bárki oda mehet, ugye itt lesz a megyeháza előtt, és az is egy nagyon szép alkalom, ahol együtt lehet a város. Látványos és könnyed hangulat várta az elmúlt napokban az Icsi-ligetben a látogatókat esténként. A könnyűzenei koncertek a hétvégén is folytatódnak. Augusztus 19-én Szing és Revű címmel este 7:30-tól vár mindenkit a zenei kalandozás jegyében az Icsi-ligetben az a koncert, ahol Fenyő Iván, Gályár Bálint és Kós Réka ad ízelítőt a múlt század első évtizedeiből. Az esten, amely székesfehérvári produkció, közreműködik a Sófehérvári Táncköra és Zenekara. Koreográfus Barta László, Tombor Tímea, Rovó Tamás és Szakál Attila. A zenei vezető Csóka Péter, az előadást rendezte Szakál Attila. Augusztus 20-án a Szent István napi ünnepi szentmise 9:30-kor kezdődik a Bazilikában. A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyhez köti, az első magyar királyhoz, államalapító Szent Istvánhoz. Ünnepnapján, az egyik legősibb magyar ünnepen, a keresztény magyar államalapítás emléknapján a Szent István székesegyházban Spányi Antal megyés püspök celebrál ünnepi szentmisét és megáldja az új kenyeret.
Hagyományosan borrendi rendezvények is lesznek ezen a napon a belvárosban. Augusztus 20-án vasárnap 16 órakor a Virágórától indul majd a menet egészen a Zichy színpadig. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége idén is városunkban rendezi meg az ország történelmi és hagyományos borvidékeiről érkező borrendi delegációk, valamint ismert szőlész, borász szakemberek részére a szakmai napját, melynek keretében sor kerül a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend 15 éves jubileumi ünnepi közgyűlésére, valamint konferenciájára is. Közönség programként az érdeklődők a Bandéria zászlóforgató csoport műsorát láthatják, valamint a borrendek felvonulását. Nagy öröm az, hogy Szent István ünnepén immár hagyományosan Székesfehérváron, Szent István városában találkoznak Magyarország borrendjei. Ebben az évben a Székesfehérvári borrend jubileumi évében azt hiszem, hogy rekordot fogunk dönteni, hiszen 40 Magyarország és határon túli magyar borrendet várunk. Szeretettel hívok minden fehérvárit vasárnap délután 4 órára az Icsi-ligeti színpadhoz, ahol a borrendek be fognak mutatkozni a fehérváriaknak. Jubileumi közgyűlésre készülünk, valóban a rendünk 15 éves születésnapját fogjuk ünnepelni, és nagy örömünkre mintegy 40 borrend fogadta el Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének tagborrendjeként a részvételével jelezte, hogy közösen kíván velünk ünnepelni. Elég igényes szakmai programot állítottunk össze. Nyitó előadásként dr. Biztai György professzor a Szent István Egyetem kertészettudományi karának szőlőtermesztési tanszékéről fog egy érdekes előadást tartani. Ő a szőlő története Szent István kora és bora címmel tartja meg ezt az előadást. Ezt követően egy a por szakrális tartalmához kapcsolódóan Berze János református lelkész fog tartani egy előadást a frissítő forrás reformáció 500 címmel, majd ezt követően Vincz József kancellárunk tart, a birtokában van egy példánya az 1882-ben kiadott Szőlőegyéren szabályok című kiadványnak, ami éppen 135 évvel ezelőtt jelent meg, és ennek a borlovagrendünk gondozásában lett kiadva most erre a jubileumra ismételten hasonmás formában a reprint facsimile kiadásként. És negyedik előadónk pedig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától fogja a nemzeti borstratégiát ismertetni. A fehérvári királyok menete augusztus 20-án 17 órakor indul a Koronás Parkból, a Szabadságharcos úton, a Mátyás király körúton, a Főutcán, a Városház téren keresztül egészen a Szent István térig. A történelmi felvonulás az óriásbábokkal, a hagyományőrzőkkel és a meghívott vendégekkel, egyúttal a Kárpát-medencei magyar néptáncosok zarándoklata Szent Istvánhoz. Ünnepi közgyűlésre kerül sor augusztus 20-án 18 órakor a Szent István téren. Itt ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit is átadja Cserpalkovics András polgármester. Az esemény első helyszíne a Városháza díszterme. Augusztus 20-án ismét a néptáncosok veszik majd birtokba a Zichy színpadot. Este 19 órától Táncra Magyar címmel az Alba Régia Táncegyüttes és az Erdélyi Bekecs Táncegyüttes ad közös műsort. Az előadást a Fehérvár Televízió élőben közvetíti. Az idei évben is ünnepi tűzijáték zárja a Székesfehérvári Királyi Napok 10 napos programsorozatát este 9:30-tól a Palota Városi Tavaknál.